Méretes kátyúk tátongnak a 3-as út 60 és Hort közötti szakaszán, de a megye több pontján szükség lenne az utak rendbetételére. Most egy országos programból 3 milliárd forintot kap Heves megye, ebből 3 útszakaszt újítanak fel, összesen több mint 30 kilométer hosszan. A leghangsúlyosabb beavatkozásra a 3-as főútvonalon készülnek. Ez a Gyöngyösi Sákutas kör forgalomtól kezdődően végig egészen Pest megye táblájáig. Ez a 3-as főútvonalnak az első számú felújítási ütemterve. Ez 25 kilométert takar. Nagyon nagy szükség van ennek az útfelújításra, hiszen rengetegen közlekednek. Ez a rekonstrukció közvetlenül eléri Gyöngyös, Gyöngyös-Halász, Nagyréde, Hort, 60 kerekharaszt településeket is. Érinti a 21-es számú főút felújítását is. A 60-i új vasúti hídtól egészen a Teszkós körforgalomig megújul a szakasz. Ezen felül a Mátrai 24-es számú főút Gajatetői elágazótól Parácsosvárig tartó részét is rendbe teszik 8 kilométeren. Az államtitkár kiemelte, elsősorban olyan utakra esett a választás, amelyeket fokozottan igénybe vesz a kamionos és egyéb forgalom.